Köszönöm szépen, Gábor, és ismételten elérkeztünk szerintem az Offroad egyik az utóbbi 6 évének a legsikeresebb történetéhez, az pedig a junior versenyzőkhöz. Ugye Tyuki bácsinak már nagyon sokszor megköszöntük, hogy segítségünkkel létrehozta ezt a kupa sorozatot. Én azt hiszem, hogy a magyar autósportban nincs ilyen utánpótlás nevelés, mint itt az Offroad szakákban. Idejében is új versenyzők érkeznek. Én nagy örömmel jelentettem ki, hogy 2017-ben 14 darab junior versenyző fog rajthoz állni, már a Szlovákia ringen is 14-ből valószínűleg 13 ott lesz. A 13 vagy 14 junior egy óriási előrelépés ismételten az utánpótlás nevelésben. Ilyen még nem volt, hisz a legtöbb az 10 versenyző volt. Ugye, Tyuki? 12? 10 volt, aki rajthoz álltak, tehát az idejében. Én szeretném megkérni a srácokat, hogy csak azért, hogy megismerhessük őket, és a depóba, hogyha egy fiatal ember oda jön hozzátok, és azt mondja, hogy én vagyok, én, Szevasz Hali, vagy Szevasz Pici bácsi, akkor tudjátok, hogy ki köszön rátok. Én elsőnek Fusz Bencét szeretném szólítani. Akkor gyertek ki mindannyian, és akkor mindenki előre lép egy icipicit, jó? Tehát akkor itt sorbálnak a fiúk, lányok, és a hiányzókat, mert sajnos két kollégával tudtunk, aki nem fog jönni. Hát első Fusz Bence, Bencuska lépje előre. Fusz Bence már tapasztalt. Bence ugye 14 éves, Székesfehérvárban jár iskolába, és ugye a Rallycross 2015-ös és 16-ös évében már ő részt vett. Következő versenyző Csuti Kristóf, aki a magassági versenyt megnyerte szerintem. Kristóf 11 éves, Budapesten lakik, és ugye a tavalyi évben is már versenyzett, édesapjával kezdett gokártozni, és utána közöttünk folytatta a tavalyi évben. Következő versenyző Fábián Soma. Késő jövőknek ez az átka, hogy 200 ember előtt kell öltözködnie, de ezt már megszoktuk majd. Jó, Soma 2001-ben született, ő Debrecenből érkezett, és 2017-es évadban köztünk fog versenyezni a Rallycross Junior Kupában. Következő, mindjárt Soma is felöltözi, most az öltözésnek szólt a taps, nem neked szólt. Na, ügyes voltál. Köszönjük szépen. Farkas Csaba, következő versenyző. Csaba 15 éves, Dunakeszinre járt iskolába, és 8 éves kora óta foglalkozik autóversenyzésre, tehát tapasztalt, és úgy látom, hogy Fernando Alonso a kedvenc versenyzője a autósportosok közül. Következő versenyzőnk Herczig Patrik. Patrik 2003-ban született Budapesten, 7. osztályba jár a Filér utcai általános iskolába. Ő is benzingőzzel megállott családi kötelezettségei miatt, és ő idei évben először vesz részt a junior kupában. Köszöntünk benneteket! Következő versenyzőnk Kovács Borka. Rallycross szekciójában minden évben volt egy-egy lányversenyző, tehát Kincsőtől kezdve Andi többiek is, tehát azért pedig sokan három, idén pedig három versenyzőt lesznek. Torkára annyit, hogy ő 16 éves, Miskolcra jár iskolába, a 10. osztályos tanuló, és még nem versenyzett sehol, ez a idejében lesz az első versenye, versenyé vagyja, és egy piros lesz az autódnak. Jó, piros Suzuki-val fog rajtozálni Szlovákia ringen. Következő versenyző Nagy Benyámin Bendegúz. Sajnos a Benyámin nem tudott eljönni, hisz jelenleg is versenyen vesz részt, ő gokártozik, és Olaszországban vesz részt egy versenyen.
Ő egyébként Dunavarsányi és Bokákban ért el már eredményeket. Következő hölgyük Nagy Kamilla. Kamilla 15 éves, és egy két tannerű általános iskolában jelenleg. Gyorsasági bajnokságban próbálgatta már a szárnyait, a családi kötöttségek miatt pedig ugye Nagy Daninak a testvére, ez lehet, hogy jó vagy nem jó. Hát reméljük, hogy a családi kötelékekből származó tehetséget nálatok is meg fog valósulni. Következő versenyző Panyik Dani. Ismertük. Igen, Dania az, aki mindenkihez oda mer menni, és esetenként kicsit szemtelenül is, de humorosan mindenkinek oda tud szúrni egy piszkát. Nagyon örülünk neki, hogy idejében is a junior versenyt, junior csapatot választotta. Tavaly évben egyébként ő harmadik helyen zárt a junior kupában. A Szabó családból elsőként Szabó Búcsút szeretnék bemutatni, sajnos ő szintén igazolta, hogy vannak. A családi program miatt nem tudták már átrakni. Ugye Búcsú a tavalyi évben is versenyzett közöttünk, és idejében is a junior kupát választotta. Ő negyedik helyen zárt tavaly. Így a képről, az arcáról emlékeztek a tavalyi évben. A következő versenyző Lackó Hunor. A Hungaroringa pálya versenyzés világából jöttek át, a tavalyi évben a Laci is és a Leher is hozzánk, idejében bővült egy Lackóval a csapatunk. 14 éves Hunor 8 osztályos általános iskolába jár, ezt a bemutatkozót küldte tegnap este, és örültem, hogy legalább tudok mondani róla valamit, de nagyon sok szeretettel köszönti benneteket. A Szabó csapatból a Csanád, Szabó Csanád lesz a következő versenyzőnk, ő sajnos nincs itt. Csanádról nem kaptunk összefoglalót, de ő is Zalaegerszegen a szüleivel, akik együtt, és ők Roncsnerfében már versenyeztek a előző életében, tehát előző évek. Duma Bogdán lenne a 13. versenyző. Duma Bogdán ugye a tavalyi évben versenyzett, Duma Romániában él és tanul a szüleivel, és magyar licenszel versenyzett a tavalyi évben, és idei évben sikerült ismételten elintézniük. Ugyan a Román Szövetség egy icipicit most szeretett volna akadályt gördíteni az indulásra elé, de sikerült elintézni, hogy Duma ismételten magyar licenszel fog versenyezni, és ő a 7. helyen végzett tavaly junior kupában. Szeretnék még bemutatni egy hölgyversenyzőt, és ezáltal sokkal színesebb, meg érdekesebb lett a mezőny, hogy nem csak fiúk versenyeznek. Jocsak Natália. Natália szintén Erdélyben és szüleivel. Natival majd egy icipicit legyetek szívesek fiúk türelmesebben bánni, úgy ahogy tavaly a Dumával bántatok, mert Nati ugyan ért magyarul, de a beszéddel neki egy icipicit majd nehézségei lesznek, de én úgy érzem, hogy ezt a nyelvi nehézségeket a gyerekek nagyon jól meg tudják oldani, és Dumát is a tavalyi évben tudták segíteni a versenyzésben. Én még egyszer egy nagy tapsot szeretnék a nyugodatnak. Jöttetek, és sok sikert kívánunk, és hajrá, Szlovákia, ingyen a rajtrácsunk!